Köszöntöm nézőinket, új napszemlét hoztunk ezen a héten. Először mutatjuk, miről szól. Megyeszerte be kell indítani a gazdaságfejlesztést, ezért lenne megyeelnök Barti Tihamér. Udvarhelyszéken is elkezdődött a jelöltállítás, Bíró Barna Botond is megpályázza a megyeelnöki széket. Elkezdődött a 2023-2024-es jégkorong Erste-liga negyeddöntője. A csapatok két mérkőzést játszottak le az elmúlt hétvégén. Barti Tihamér, a Gyergyó területi RMDS elnöke is bejelentette, megpályázza Hargita megye tanácsának elnöki székét. A bejelentést hétfőn délben a terület polgármestereinek és alpolgármestereinek jelenlétében tette meg. A cselekvő emberek segítése a legfőbb feladata a megyei tanács elnökének. Erre a következtetésre jutottak a gyergyói RMDS-es vezetők. Ezt gazdaságfejlesztéssel lehet elérni szerintük. Ennek a receptjét pedig megtalálták Gyergyóban. Azt, amellyel az utóbbi 3-4 évben több 100 millió euró értékű beruházás érkezett. Kulcsszavanként tekintünk a jól fizetett munkahelyekre. Ez kell legyen a cél. Ezt a típusú gondolkodást a teljes megyére ki kell terjeszteni, melyhez egy egységes fejlesztési tervünk szükséges. Ismerem úgy Udvarhelyszék, vagy Csíkszék és Gyergyószék gazdasági felépítését, erősségeit és hiányosságait. Mindannyiunk feladata túlemelkedni a térségi marakodásokon, és végre azon dolgozni, hogy a teljes megye gazdasága egységesen és hatékonyan működjön. A megyeelnök szerepe az is Barti Tihamér szerint, hogy a gazdasági fejlődést mindhárom térségben beindítsa, egységesen kezelve a megyét. Udvarhelynek 4 évvel ezelőtt úgy tűnik ígértek valamit, Gyergyónak már 30 éve ígérnek. Ezeken én túl akarok lépni. Van egy megye, amit fejleszteni kell. Vannak emberek, akiknek jobb életkörülményeket kell teremteni, vannak fiatalok, akiknek jövőt kell biztosítani. Egy minőségi adminisztrációt kell biztosítani, nem propagandagépezetet. Teret kell adni a szakértelemnek. Mindehhez alázattal, tisztelettel, nem politikai tőke és imázs építés céljából közelítek. Ma ehhez keretet ad az RMDS, mint szervezet. Tudás és erő halmozódik benne a dolgozó emberek tömege, mindannyiunk összedolgozása révén. Megvitattuk ezeket a kérdéseket a kollégákkal, és mivel nem találtuk meg ezeket a feladatokat megfogalmazva egyik eddigi jelöltnél sem, úgy döntöttünk, hogy én is szálljak versenyben a megyei tanács elnöki tisztségért. Április 4-ig aláírásokat gyűjtenek a megyében Barti támogatására, majd április 9-én a Hargita megyei egyeztető tanács dönt arról, ki lesz az RMDS megyeelnök jelöltje a 3 jelentkező közül. Ünnepélyes keretek között beiktatták Magyarország új köztársasági elnökét, Sulyog Tamást. A magyar köztársasági elnök beiktatási ceremóniáját a budapesti Szent György téren tartották, az államfő hivatalául szolgáló Sándor palota tűszomszédságában. Beszédében elmondta többek között, hogy nemzetközi kapcsolatoknál a nyitottságban és a külhoni magyarokkal a kapcsolattartásban elődje jó példával járt, amelyet érdemesnek tart követni. Sulyog Tamás közölte, elnöksége alatt mindvégig elsősorban a közjog talaján fog állni. Elindította a jelöltállítás folyamatát Udvarhelyszéken az RMDS. A székelyudvarhelyi RMDS is előválasztást tart, március 18-a 18 óráig jelentkezhetnek a polgármester, illetve tanácsos jelöltek, majd április 7-én vasárnap kerül sor az előválasztásra. A köztér irodában tartott sajtótájékoztatót az udvarhelyszéki RMDS a szervezet jelöltállítási folyamatáról az idei helyhatósági választásokra.
A széki elnök összefogásra kéri a szervezet tagjait, hogy országos és európai parlamenti szinten is védvonalat tudjanak építeni azokkal szemben, akik támadják a magyar közösséget. A tegnapi elnökséggyűlésen az RMDSZ területi elnöksége a 26 helyi szervezetből 24 esetében elfogadta a helyi jelöltállításra vonatkozó szabályzatot. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ebből két esetben előválasztásra kerül sor. Ez Máriafalva községe, ahol hagyományosan előválasztásra szokták kiválasztani mind a polgármester jelölt személyt, mind a tanácsos rangsorolást. A másik pedig Székelyudvarhely esete, erről bővebben Antal Lóránc szenátor fog beszélni. További három esetben falugyűléseken fogják a jelölteket rangsorolni, illetve a maradék települések esetében a helyi választmány és a területi elnökség közös döntése fogja eredményezni az RMDSZ jelöltjeinek névsorát, illetve listáját. Abban maradtunk a tegnap, hogy azokon a településeken, ahol felmerül a következő időszakban, hogy több polgármester vagy helyi tanácsos jelölt is jelentkezik a munkára, hogy visszatér a területi elnökség és mérlegeli annak a lehetőségét, hogy akár falugyűlés, akár előválasztáson döntsünk erről. Arra bátorítok minden törekvő udvarhelyszéki ember, keresse a következő egy hétben a helyi szervezeteket, a helyi szervezetek elnökeit, és iratkozzon be, jelentkezzen munkára, hogy a lehető legjobb, leghatékonyabb emberekkel tudjunk nekivágni a következő 4 évnek. Bíró Barna Botond ezután azt is bejelentette, hogy jelentkezik a megyei tanács elnöki posztjára. Elmondta, hogy az elmúlt 4 évben koordinálása alatt rekordmértékű pályázati pénzt sikerült szerezni a megye számára, és ahhoz, hogy a projektek kivitelezésre is kerüljenek, a megyei tanácsnak is szintet kell lépnie. 2022. február 27-én a székelyudvarhelyi RMDSZ tisztújítása után felállt csapat megígérte a városlakóknak, hogy visszaadják a döntést a kezükbe arra vonatkozóan, hogy kik képviselhetik a szervezetet a helyhatósági választásokon. Erről beszélt ezután a helyi szervezet elnöke. Április 7-én megteremtjük a székelyudvarhelyi embereknek azt a döntésjogot, hogy ők válasszanak, ők határozzák meg azt, hogy kit szeretnének látni a városi RMDSZ polgármester jelölt pozíciójába, illetve az önkormányzati képviselő testületi listán. Ergo a június 9-én sorra kerülő önkormányzati választásokon ki legyen az a polgármester és az a csapat, aki az RMDSZ által felvállaltakat a választó polgárok elé fogja tárni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évben következetesen beszéltünk erről a szándékunkról, ami ma már nem szándék, hanem úgy a városi RMDSZ elnöksége, mint a választmánya, majd ezt követően péntek délelőtt a területi elnökség meghatározta, elfogadta azt a határozatot, ami keretezi az előválasztásnak a menetrendjét, szabályait, és felállította ugye az előválasztás kalendáriumát is. A jelöltséghez szükséges összes tudnivaló megtalálható a székelyudvarhelyi rmds.ro weboldalon, valamint itt és Facebook oldalukon fognak ezután is minden hivatalos információt közölni. Antal Lóránt azt is elmondta, hogy polgármester jelöltként és tanácsos jelöltként is lehet indulni, valamint hogy az előválasztáson az urnához járuló személyek nem kell RMDSZ tagok legyenek. Ma lépnek érvénybe az útadó matrica érvényességi idejére vonatkozó módosítások. Eszerint az útdíjat a romániai országúthálózat használata előtt kell kifizetni egy napra, 10 napra, 30 napra, 60 napra vagy 12 hónapra. A napi tarifa nem haladja meg a 12 havidíj 9%-át, a 10 napos a 12%-át, a 30 napos a 19%-át, a 60 napos tarifa pedig nem haladhatja meg a 12 havidíj 30%-át.
Az útdíjat a jármű kategória, a károsanyag kibocsátási besorolás és a főúthálózat használatának időtartama alapján kell majd fizetni. Biodiverzitás és együttélés nagy ragadozókkal Európában címmel tartotta konferenciát Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsa által szervezett esemény célja, hogy egy asztalhoz ültessék a kérdésben érintett, de ellentétes álláspontot képviselőket. A Csíkszeredában szervezett Biodiverzitás és együttélés nagy ragadozókkal című konferencia célja, hogy összehozza a helyi és a regionális önkormányzatokat, tudományos szakembereket és érdeklődőket, és lehetőséget biztosítson a tapasztalatok és ötletek megosztására, a biológiai sokféleség megőrzése és a nagy ragadozókkal való együttélés terén, figyelembe véve az érvényes jogszabályokat. Az úgynevezett medve kérdés évek óta napirenden van Hargita megyében, legutóbb Brüsszelben született jelentés ezzel kapcsolatosan. Mindenféleképpen Brüsszelben haladt, és az, hogy egy hangú elfogadása volt még a zöldek részéről is a jelentés tervezetnek a bizottságban, az azt bizonyítja, hogy Brüsszel felismerte, hogy óriási problémák vannak nálunk. Most arra van szükség, hogy ezt ismerje fel Románia is, ismerje fel Romániának a kormánya, a döntéshozatali szervei, és az emberi életet újra tegyék első helyre. Annak érdekében is jogszabályok születtek, hogy a medvéket próbálják a lakott területektől távol tartani. Sok érintett szerint azonban ez nem elegendő. Megjelent a 81-es kormány, a sürgősségi kormány határozat, ami alapján be tudunk avatkozni. Most nem kell egy napot vagy két napot várni egy engedélyre, hogyha mondjuk egy iskola udvarán megjelenik egy medve. Tehát ahhoz képest előrelépés van, 2016-hoz képest. Viszont ez még nem teljesen a megoldás. Tehát ez még nem jelenti azt, hogy ezt a problémát megoldottuk. A konfliktusos helyzetek elkerülése érdekében a megelőzésre kell összpontosítani. Arra is megoldást kell találni, hogy a veszélyes állatok ne kerüljenek lakott területre. Tette hozzá a szakember. Ennek érdekében újabb szabályok felállítására van szükség, ahhoz pedig az érintett feleknek közösen kell döntést hozniuk. Egy februári tanácskozáson döntés született arról, hogy az Európai Bizottság projektjei keretében Hargita megye tanácsa lesz a házigazdája a nagy ragadozókkal foglalkozó regionális platformnak, amely további teret adhat a téma átbeszélésének. Március 19-én, azaz jövő kedden startolnak a roncsautó programok. Jelentette be ma a Környezetvédelmi Alap igazgatóságának elnöke. Laurencio Adrián Nekulaescu hangsúlyozta, hogy a három, a klasszikus roncsautó, a roncsautó plusz és a helyi roncsautó programot egyszerre indítják. Megemlítette, hogy új elektromos autók vásárlására 120 ezer lej az értékjegy, és a kérelmezőnek cserében nem szükséges leadnia egy használt gépkocsit. Nagyon gyakran szedünk antibiotikumot akkor, amikor nem kellene. Ez pedig rezisztenciát okoz. Ez lett az egyik legnagyobb népbetegség. Nő a felelőtlen antibiotikum fogyasztás. Csínyán kell bánni az antibiotikumokkal. Nem kell mindenre antibiotikumot szedni. Ilyen és hasonló címszavakkal már több mint egy évtizede, hogy folyamatosan arra hívják fel a lakosság figyelmét az orvosok, az egészségügyi minisztérium munkatársai, hogy a túlzott antibiotikum fogyasztás nem ajánlott. Egy korábbi felmérés szerint ugyanis az országban az emberek közel 10%-a orvosi szakvélemény nélkül fogyassza ezeket, és nagyon sok esetben kiderül, hogy hasztalanul. Az antibiotikum szedéssel kapcsolatban dr. Nagy Kinga infektológus főorvos tartott előadást a Székelyudvarhelyi Kórháznapok keretében. Az antibiotikum kezelés során több aspektust is figyelembe kell venni, a beteg allergiás előzményeit, az egyéb mellékhatásokat, az antibiotikum farmakokinetikai tulajdonságait, az EVR rendszer szerinti besorolását és mindenképpen a rezisztencia jelenséget is. Az antibiotikum döntő szerepet játszik az emberek, állatok és növények fertőzéses megbetegedéseinek megelőzésében és kezelésében, de túl használatuk és helytelen használatuk miatt antibiotikum rezisztenciának lehetünk tanúi. Ez egy sokrétű globális kihívás, amelyet néma világjárványnak vagy silent pandemicnek neveznek.
és a 21. században az emberiséget fenyegető 10 legnagyobb globális közegészségügyi fenyegetés egyikének tartjuk. A világszerte évente 1.300.000 ember hal meg, veszíti életét rezisztenciához. Rezisztencia miatt, magyarán, mert nincs amivel kezelni. Az antibiotikum rezisztencia riasztó fenyegetésé vált a világunk számára, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az elsődleges tényezők az antibiotikumok túlzott és helytelen használata, az újabb fejlesztés alatt álló gyógyszerek hiánya, a gyógyszeripar profitorientáltsága és a diagnózis szolgáló vizsgálatok hiánya az antibiotikum felírása előtt. Mindennek tehát az lesz az eredménye, hogy ellenállóvá válnak a baktériumok, így pedig egyre erősebb gyógyszerekre lesz szükség, és hosszabb idő alatt történik a gyógyulás. Az ellenállóvá váló baktériumtörzsek miatt folyamatosan új gyógyszereket kell kifejleszteni, de 5-10 éven belül ezeknek is lejár a kifutási ideje, ugyanis időközben ezekre is rezisztensekké válnak a baktériumok. Hogyan alakul ki az antibiotikum rezisztencia? Hát az egyik baktérium megszerez egy rezisztencia mechanizmust, és ezáltal ellenállóvá válik. Azt az antibiotikum, amit adunk, az elpusztítja a többi baktériumot, de ezt az egyet, amelyik rezisztensé vált, nem tudta elpusztítani. A maga csendességében ő tovább fog szaporodni, kialakít egy rezisztens populációt, és át is tudja adni a rezisztencia géneket egy másik baktériumnak. A rezisztencia mechanizmusok sokfélék, a baktériumok nagyon okosak, nem szeretnének elpusztulni, és ezért szerkezeti és funkcionális változásokon mennek át, amely által rezisztensé válnak. Mindenképpen csak akkor alkalmazzuk a gyógyszert, ha orvos ajánlja. Az antibiotikum alkalmazása során az orvosok összetett szempontok szerint állapítják meg az alkalmazás módját és mennyiségét. A súlyos bakteriális betegségek esetében elkerülhetetlen az alkalmazásuk, sőt életmentő lehet. Fontos megjegyezni, hogy antibiotikum kezelés során, vagy ha arról beszélünk, hogy bizonyos kórképekben azonnal, minél hamarabb el kell kezdeni, különösen szepszis esetén, az első lépésként el kell dönteni, hogy javasolt-e az antibiotikum. Amennyiben feltételezett vagy igazolt bakteriális fertőzés áll fent, akkor azt kezelni kell. Az empirikus kezelés elkezdése előtt azonban mintát kell venni, lehetőleg a megfelelő helyről. Ezek után ki kell választani az optimális antibiotikumot, figyelembe véve a betegség súlyosságát, lefolyását, a valószínű bacit és a gócot, hogy vajon honnan eredhet, a gyógyszerrezisztencia valószínűségét és olyan gazdára vonatkozó faktorokat, amelyek akár kizáró jellegűek is lehetnek, például allergia, vagy növelik a toxicitás kockázatát, a veselégtelenség. Figyelembe kell venni a lefedettség spektrumát, például az immunhiányos betegnél, és amikor mindez megvan, akkor alaposan át kell gondolni az adagolást, a ritmust és a beadás módját. Ugyanakkor elengedhetetlen az antibiotikum timeout, azaz a 48-72 óra után történő újraértékelés, hogy szükség van-e a gyógyszerre, megfelel-e a dózis. Mindezek tehát azt mutatják, hogy sokkal tudatosabban kell használni az említett orvosságot, mindenképpen orvosi javaslatra. Hazai pályán kezdte a Gyergyói Hoki Klub a Jégkorong Erste Liga negyedöntőjét az UTE ellen. Szilasi tanítványai mindkét játéknapon egy gólos különbséggel nyerték meg a találkozót, összesítésben 2-0-ra vezetnek. Az UTE csapatát fogadta a Gyergyói Hoki Klub pénteken és szombaton az Erste Liga negyeddöntőjében. A találkozó megkezdése előtt a gyergyói csapat csatára Bodó Krisztoffer vehette át az idei alapszakasz legeredményesebb játékosának járó díjat. A korongbedobást követően gyors tempóval indítottak a csapatok, és bár az UTE hosszú percekre beszorította a gyergyóiakat, végül Bodó szerezte meg a vezetést a GHK-nak. A második harmadban egy emberelőnyt kihasználva tudott egyenlíteni az UTE, így a záró harmadot döntetlennel indították a felek. Végül nem dőlt el a találkozó a harmadik harmadban, hosszabbítás következett.
A negyedik játékrészben lendületes tempót diktáltak a pirosfehérek, és a remekül védő Rajna kapujára helyezett nagy nyomás egy szilvesztre góllal koronázódott meg. 2-1-re nyertek a hazaiak, és ezzel megszerezték a vezetést a negyed döntőben. Szombaton folytatódott a párharc. A játék első harmadában a vendég Ute szerezte meg a vezetést, de a hazai pirosfehérek Vince Péter góljával egyenlítettek. 1-1 maradt a szünetre, a második játékrészben aztán ismét vezetést szereztek a lilák, de még a szünet előtt Bodó szerzett korongot, s nagy cselek után találatával 2-2-re módosult az eredmény. A záró játékrészben Császár góljával 3-2-re vezetett a Gyergyói Hoki Klub, majd Szilvesztre találatával már 4-2-re. A két gólos különbséggel eldőlni látszott a találkozó, de az 53. percben a Gyergyó ember hátrányba került, s ennek eredménye pedig egy újabb újpesti gól lett. Az Ute kapus lehozatallal is próbálkozott, de eredménytelenül 4-3 lett az összecsapás vége, összesítésben pedig 2-0-ra vezet a Gyergyói Hoki Klub. A folytatásban március 12-én kedden, illetve 13-án szerdán az újpesti csarnokban lép pályára a Gyergyói HK. Pedig nézzük a nap fontosabb témáit röviden még egyszer. Megyeszerte be kell indítani a gazdaságfejlesztést, ezért lenne megyeelnök Barti Tihamér. Udvarhelyszéken is elkezdődött a jelöltállítás, Bíró Barna Botond is megpályázza a megyeelnöki széket. Elkezdődött a 2023-2024-es jégkorong Erzteliga negyed döntője. A csapatok két mérkőzést játszottak le az elmúlt hétvégén. Ez volt a hétfői napszemle, köszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap este is számítunk Önökre, viszontlátásra! A napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.